ami szerintem tök emberi és tök szerethető volt a Tamásban, az rendkívüli lazaság, amivel ő ehhez a pályához így hozzáállt. Most elsősorban nem a színészetére gondolok, hanem a kollégákkal való viszonyára, és ahogy ezt a színházat vezette. Mindennek meg volt úgy nagyjából ki volt találva a helye, de mégsem volt görcsös, nem volt izzadságszagú az egész. A fiatalok felé elkezdett nagyon nyitni, és azt hiszem, hogy az a generáció vagyunk mi, az ő utánuk következő generáció, aki a következő generációt meg tudja talán szólítani. Nincs könnyű dolgunk, lehet, hogy nekik se volt, de nekünk aztán pláne nincs könnyű dolgunk egy olyan elvirtualizálódott világban, ahol minden led és minden fényes és minden villog és minden az interneten történik. Szerintem ez a fajta huncutság volt a Tamásban, amitől ő ezt így szerette volna fiatalítani ezt a dolgot, és szerintem elindította ezt a színházat akarva akaratlan egy úton, ami én azt gondolom, hogy nincs rossz úton most megvalóan.